Hát, ha már arról beszéltünk, hogy hozzuk be a lakásba ugye a vidám színeket, meg a tavaszt, meg a nyarat, meg mindenféle olyat, ami pozitív gondolatok. Pámlám. Tessék, Szolyfer Szent Orsi, és hozott nekünk pár dolgot. Igen, kértétek, hogy legyen egy kis szín, egy kis élet hát ebbe a nagy hóba és szürkeségbe, úgyhogy készültem abszolút. Bár most azért ez nekem nagyon bejön ez a télies környezet, tehát ez a fehér minden. Na jó, de te ilyen skandináv típus. Nem, amúgy én abszolút nyári gyerek vagyok, tényleg. Tényleg? No, hát nekem ez, jaj, tudom, hogy nem azt készítjük, vagy inkább ezeket. De a madarasat? De mi? Ez a madaras, ez mi? Na, hát ugye a madarak, azok még arrébb van, mikor jönnek. Igen. Úgyhogy ezt fölragasztottam egy üvegre, tehát mintha ez az ablakunk lenne, ki lehet vágni ilyen kis apró sablonokat, vagy megrajzolod, vagy pedig letöltesz ilyen sziluetteket. Letöltesz azokat a sablonokat, és készíthetsz belőlük ilyen madárformákat. Fölragasztod az ablakra, és olyan, mint hogyha... Ablakra az üveget? Az üveg, igen. Tehát az ablakodra, úgy értem. És mivel ragasztod hogy rá, hogy utána az ne hagyjon nyomot? Hát ez egy ilyen, blue-tech, igen, ragasztó. Ó, mindig eltolom az asztalt. Túl súlyos vagyok. Ne, én toltam amúgy. De egyébként ilyen kétoldalas ragasztóval is lehet, tehát megtartja. Akár igen, azzal is fel tudod ragasztani. Ugye ez igen, csak papír. Tehát, ugye ez csak papír, tehát ez nagyon könnyű. Olyan formát vágsz, amit akarsz, olyan hosszan, ahogy adja az ablak, tehát... És akkor azzal már lehet. Garázdálkodhatsz otthon, igen, szabadon. Nagyon. Úgyhogy ez az egyik ötlet, akár hozhatsz madarakat be az otthonodba. A másik az, amit a Gergő fog, az sejem papír. De jó. És borzasztó egyszerű. De mi jól is állna amúgy. Próbáltam valami elragadtató fejet vágni. Sikerült. Na, ez hogy készül? Hoztam nektek már előkészített alapanyagokat. Ez egy ilyen nagy, hát én nem is tudom, hanyas lap, de egy nagy sejempapír, igen. És fölvágtam nektek ilyen picikre már. Nagyon egyszerű, igazából összefogod a lapokat, de hoztam úgy, hogy egyet akár Anettnak. Igen. Ja, ilyen. Egyet pedig Gergőneked, igen. Köszönöm. És egyszerűen csak legyezőbe el kell kezdeni hajtani. Egyenként, vagy az egészen? Nem, az egészen. Ja, az ja, egészen. Ja. Mondom, akkor az új macerát. Hosszába, vagy hogy? Nézd csak. Feltébe, vagy hosszába? Ide leteszem. Igen, vagy várj úgy, hogy... Mi lássuk. Látható? Lássák a kollégák nem, is. Oda vigyük el. Ide. Csak most igen, beszélgetnek. Na, várjál ezt ki. Ide figyelj, puszi egy kicsit, jó? Mert itt mutatám a dolgokat. Próbáljuk úgy csinálni, hogy jó legyen neked, puszi. Na, itt majd de nem figyel. Így, így, na, ha tudások, ekkorákat nagyjából? Igen, körülbelül ekkorákat. Hajtasz, utána át túloldal, igen. Hányszor? Egészen a végéig. Egészen a végéig, szuper, remekül haladtok. Figyelj, mi félelmetesek vagyunk már. Ma, a héten már voltak azért nagy meglepődések, ugye, hogy milyen jók vagyunk. Milyen jó vagy, ez volt a meglepődés. Te is. Na igen, ez megtörtént. Ez megtörtént, akkor most én adok neked. Vagy pontosabban én segítek rákötni. Egy bármilyen madzag. Középre? Ezt középre, igen. Középen kötjük meg. Úgy. Na kíváncsi vagyok, hogy ebből hogy lesz egy ilyen gömb? Nagyon. Tehát nem kell akkor megszorítani nagyon. Oda tegyem nem a kell nagyon csamacsa ujjacskán. Nem, ez már múltkor is annyira aranyos volt, hogy felajánlottad, de ehhez sem kell olyan szoros. És meg is vagyunk? Hát nem, van egy kis különbség. Na, rákötöttük. Most jön az olló. Az ollóval vágunk egy, legyen most ilyen hegyes vége, mint ezeknek is. Köszönjem, meg itt hagytok. Ja, várjál, akkor én fogom, és kötnek. Mert ezt amúgy tényleg megcsináljuk a csajokkal, mert még áll a karácsonyfa, és olyan lelkesen csinálnak díszeket rá. Én azt mondtam, akkor is állni fog a karácsonyfa, amikor már szegény. Így van. Kókadozik. Augusztusban. De olyan szép lett, igen, hogy sajnálom leszedni. Na tehát akkor hegyesre vágjuk mind a két végét, hegyesre ugye? Vágjuk, igen. Most ez jó sok papír, úgyhogy azért... Kicsit nehezebb az igen. Így. Várjál, mert még nincs elvágva, mert az Orsinál van. Ott egy olló, de minden. Uh-huh. Bocs, hogy hátráltatlak. Dehogy is. Megvárlak. És akkor együtt tudjuk utána bontogatni már. Nincs annyi idő. Mit pipak meg? Oda tegyem a vicsi-vacsa, vagy hogy mondtad? Acsa-vacsa. Acsa-vacsa ujjacskában. Ja, oké. Így. Szuper, megvan. Megvan. Jó, így hegyesre. Hegyesre. Uh-huh. Négybe édes, jó Lajosom. Tehát a lényeg az az, hogy utána szétnyitod, és itt vannak ugye a vékony lapocskák, és elkezded húzni. Először kihúzod innen, aztán a másik oldalról. Aha. Ezek a mi időnkben még milyen színek voltak, nem? Nem ilyenek. Volt piros, zöld, kék. Amúgy az a szép. Krepapír. Igen. Nem? Na, tehát akkor így vágjuk.
Hát, ha ide figyelnek így a kollégák, és meg tudom mutatni így közelről, hogy akkor így vágják. Így. Kvacsa! Így. Mert annyira jól vág. És Gergő erős, úgyhogy... Gergő, igen, Gergő. Erős, ügyes, és volt öt ujja. Azt így, igen, azt így okosan így. Hát ez Gergő elég. Miért? Jó. Hát csak ott volt az ujjad. Le kellett volna vágni? Nem. Sa-sa-sa. Egy. És akkor az utolsó. Szuper. Jó, tehát érdemesebb utolsó. Kicsit kevesebbet összehajtani, nem? Igen. De egyébként ezek ugyanennyiből készültek. És akkor megvan a konfetti. Így. És utána húzgálod szét ezeket a lapocskákat. Egy nap fog maradni. Hát látod. De nem kötöttem szorosra, ugye. Jó, akkor itt a vége azért egy kicsit macerás. Hát ez az egyetlen egy feladat benne, hogy ezeket szépen szétválaszd. Na akkor ezzel egy vízelődő, mutasd még akkor nekünk valamit még, amit mivel lehet. Ezek így be vannak egyszerűen kvázi igen, festve, igen, ugye? Milyen festékkel, ami így megtapad és megragad? Ezek sima akrilfestékek, de van egy olyan festék is, ami ilyen dekorpaint, ezt rettentő egyszerű fölkenni rá, nem kell semmi alapozás, és ezek sima egyszerű üvegek, amiket csak összeválogattam a meglévő üres befőttes üvegekből, meg vázákból, és ezekből is készíthetsz vázákat, egy ilyen kompozíciót, beleteszed egy ilyen kis ládába, ami és már is bármilyen is funkció. Igen, szalagok kellenek hozzá, jöhetnek a virágok bele, úgyhogy egy színfolt. Mondod ezzel, hogy meghaladja a képességeimet. Engedd el szerintem. Szétszedni a saját papírt. Na de alakul. Tehát, hogyha ezt szétszeded, akkor lesz belőle egy ilyen, vagy egy ilyen. Orsi, nézd, már most láthatjuk, hogy ezért vagy te a kreatív blogger. Én is, figyelj. Jó, te. Brokkoli. Már. És milyen jó, megvan a brokkoli, hogyha valakinek nincs türelme ilyen virágos. Legalább te állj már mellém, könyörgöm, hogy mi nem vagyunk olyan ügyesek a Gergővel, mint te. Hát, szerintem ez is már alakul. Egész jó. A pozitív gondolkodás. Jó, nagyon szépen köszönjük, Orsi. Köszönöm én is. Köszönjük. Hamarosan folytatjuk, azaz már most.